Nagy Sándor projektvezető beszélt a kivitelezés részleteiről. Bár a munkafolyamatok nem haladtak zökkenőmentesen, végül egy nagy sikert elkönyvelve járhatták be az új telepet. 22. februárjában szerződtünk le a munkára. Maga a feladat az három településen a szennyvízcsatorna hálózat létrehozása, az ehhez tartozó közterületi átemelők megépítése, valamint egy vadonatúj szennyvíztisztító telep kiépítése volt. Ugye a három településen összességében 28 kilométer szennyvízcsatorna épült meg, és ehhez csatlakozott 18 darab közterületi átemelő, valamint a igazából rendkívül modern, gyakorlatilag távirányítható szennyvíztisztító telep. Süli János országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet a fejlesztés fontosságára, és adott tájékoztatást annak előnyeiről a térséget tekintve. Kis települések szennyvízhálózata épült ki, a három települési, regői központtal szennyvíztisztító telep itt van, ezt néztük meg, és ugye örömmel töltött el bennünket, hogy ezzel a települések már a polgármester beszámolt, hogy tulajdonképpen regőben is, de a többi településen is, a használaton kívül ingatlanok után is, hogy most szennyvízhálózatra ráköthetnek, már nőtt az érdeklődés regőben. Még 100 éves folyamat állt meg az idén, hogy nem csökkent a lakosság, hanem plusz egy családdal nőtt. Regői polgármestere is méltatta a projekt megvalósulását, hiszen a rendszerváltás óta nem volt a községben ekkora beruházás. Hál' Istennek a lakóink úgy tűnik, hogy elfogadták, támogatják ezt a beruházást. A rákötési arányunk meglehetősen magasnak mutatkozik már, 50%-ot meghaladja, és úgy tűnik, hogy azon kívül, hogy a településünkön lévő ingatlanoknak az értéke is jelentősen nőtt ezáltal nagyon komoly olyan hatást is látunk, hogy a régóta eladhatatlan ingatlanok úgy tűnik, hogy elkelnek, illetve komoly olyan jellegű hatása is van, hogy a lakosság számunk is elkezdett ennek is többek között köszönhetően nőni. A projekt Regői Község önkormányzata megbízásából a Széchenyi 20-20 támogatásával készült el. A regői agglomeráció szennyvíz elvezetése és tisztítása a KEHOP /2.2.2/15/20/21/00/165 kódszámú pályázat által jött létre.